Jó estét! Minden, ami abszolút brit és abszolút London. Kulturális olimpia 2012. Végig bicikliztem Londont. Ma a Hyde Park felé vettem az utamat. Itt van a 42 éve alapított Serpentine Galéria, ami az egyik vezető kortárs művészeti kiállítóhely. A nyári olimpiai játékok ideje alatt az egyik legpopulárisabb és finoman szólva is megosztó Yoko Ono sztár kiállítása felé igyekszem. 50 év munkái várnak majd, állítólag ott lesz a híres Yes. Amit leginkább onnan ismerek, hogy Lennon itt Londonban, ennél az installációnál figyelt fel Yokóra. Biztos, ami biztos, Yoko kívánság fájára 35 ezer ember mellett én is oda tettem egy Yes-t. Alapító tagja volt az 1950-es, 60-as években a Fluxus csoportnak New Yorkban, és az évek során óriási hatást fejtett ki, mint koncepciós művész, és a mai napig is fantasztikus munkákat készít. Ez itt a Festmény, amire rá kell lépni című munkája, amely az egyik legkorábbi darabja a kiállításnak. Egy instrukción alapszik, ami itt a falra van elhelyezve. Ami tudja egy nagyon egyszerű utasítás. Hagyjon egy darab vásznat vagy egy befejezett festményt a padlón vagy az utcán. Yoko instrukciós munkái a legúttörőbb munkák egyike, amit valaha is alkotott. Itt nagyon sok fotó van körülöttünk, és ráadásul mind ugyanolyannak tűnik. Ez valójában egy összetett kép, és a falon ugyanaz a kép látható itt 21-szer. A kép három Yoko életében meghatározó szerepet játszó férfi képmásából lett összerakva. Tehát Yoko apja, John Lennon és fia Sean lettek összegyúrva egyé. Mindegyikük benne van, de kifejezetten egyikük sem. És a képek alatt található rövid szövegek kiemelnek különböző élményeket egy nő életében. De mindig olyan élmények, amiket a férfiakkal való kapcsolata alakított, irányított. És azok az apró tárgyak ott? Ezek a munkák a Családi Album című alkotásgyűjteményből valók. Mind bronzból lettek öntve, ami nem egyből szembetűnő, amikor rájuk nézel, de bronz darabok. Többnyire háztartási darabok, azt mondanám, tű és cérna, ékszerdoboz, akasztó, boríték és a cipők. És mindegyiken van egy piros nyom, ami természetesen a vért szimbolizálja. És érzékelhető egyfajta erőszak bennük, míg ha rejtve is van, vagy nem tűnik fel egyből. Ez Yoko kifejezési módja arra, hogy rámutasson a kifejezetten a nők ellen irányuló erőszakra. Úgy emlékszem, arra meg van egy vicces alma 1966-ból. Ebben a teremben a legtöbb mű, tehát az a négy munka az alapzatokon, valamint a létra és a fölötte található mű együtt alkotják a Ceiling Painting nevű kompozíciót. Mindegyik 1966-ból van, és mindegyik egy nagyon fontos kiállításról lett bemutatva itt Londonban. Vannak pillanatok, tudja, amikor minden összejön. És ez a kiállítás sokat segített abban Yokónak, hogy besorolják a legfontosabb művészek közé az avantgárdon belül nem csak itt Londonban, hanem nemzetközi szinten is. De Johnnal is itt találkozott először. És természetesen nagyon sok történet van arról, hogy John hogyan reagált a különböző kiállított alkotásra. Van egy-két történet a reakciójáról, amikor felmászott a létrára, aminek a legtetején a plafonon található egy apró szó a festményen, igen. Ez persze nem olvasható lentről, és természetesen egy pozitív üzenet. Rengeteg üzenet van ezeken a fákon. Ez Yoko kívánságfája, ugye? Ez egy elég mágikus dolog valójában. Az emberek épp úgy szeretik kitűzni a kívánságaikat, mint amennyire szeretik elolvasni másokét. És van egy apró kézzel írott meghívó Yokótól. Írd le a kívánságodat egy lapra, akaszd fel a fára, és tarts ki mellette. És ezt az emberek fantasztikus módon valósították meg itt. Nem is tudom, mennyinél tarthatunk pontosan, de úgy 30-35 ezer kívánság lehet a fákon. Tényleg? Hát három héttel ezelőtt 20 ezernél tartottunk. Hihetetlen hatással van ez az emberekre, és egyben meg is ragadja a képzeletüket.